Szóval üdvözlök mindenkit, srácok, én Steve Lörinc vagyok, és itt vagyunk a Farming Simulator 22 következő részében. A grafikát feljebb vettem időközben. Nem túlságosan jobban lett, jó? Vagy mi? Mindegy, nézzétek el, hogyha fogok hülyeségeket beszélni, mert már este van. Haj, de mindegy. Szóval, hogy nem sokkal lett jobb a grafika, most attól függetlenül, hogy én felraktam az égig. Attól függetlenül van 60 FPS-em, szóval igazából nagyon nem zavar. Közben itt történtek dolgok, ugyanis próbáltam indexképet csinálni, és nem nagyon sikerült. De mindegy. Most folytatjuk ezt a kultivátorozás részét. 5-es, 1. Egyébként azóta ez a John Deere lett a kedvenc traktorom, úgyhogy... Ja. Most feltétlenül örülök, hogy ez alap traktorként bent van a játékban. Tehát, hogy így... Így ezt így odaadja nekünk a játék szó szerint ingyen. De mindegy. Tehát sort ezt nem tudom, hogy sikerült egyenesre csinálnom. Na de akkor most egy gyors timelapse következik. Ebben a részben nem fogunk nagyon előre haladni. Ugyanis hát ugye már este van, is így nincs nagyon sok időm most videót forgatni, mert még valamikor aludni is szeretnék. Ja, úgyhogy ezt a kis részt ezt még gyorsan megcsinálom, és akkor utána találkozunk. Tehát akkor meg is volnánk ezzel a földdel. Ja, de hát hova akarok menni a traktorral? Már nem lesz rá szükség. Jó. Ezt a földet most egyelőre nem fogom felkultivátorozni. Viszont, ugye mivel még nem láttam nagyon a mappot, hogy mi van rajta, azt már most látom, hogy olyan, mint a Gold Crest Valley, hogy itt középen van egy nagy autópálya. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor elvihetnénk egy... termést, ahogy hol van a farm. Visszatár. Jó. Édes Istenem. Akkor indulunk egy kettesből. Ó, váltócsoport. Ó, lehet váltócsoportot váltani. Jó, az mondjuk. Erre mondjuk nem gondoltam, hogy ennél a traktornál is le... Erre vagy ki... Lerakom izé... A hátra menetbe. Ja, most... Ja, hát a Combine-ban van izé... Van minden a Combine-ban. Hiszen nemrég arattunk, úgyhogy... Akkor igazából onnan el tudjuk vinni. Nem tudom, mennyire hangos a játék. Ezért lejjebb veszem a hangját, mert nekem eléggé hangos. Hol van? Itt van. Ezt egy 80-ra. Értekem volt ez a hang, de mindegy. Így. És akkor... És alapból felnöveli, megnöveli a fordulatszámot, ez viszont tetszik. Mert hogy eddig is megnövelted. Ha leállítom a motort, akkor... Akkor nem megy.
Végre. Erre voltam a legkíváncsibb. Most így ez a rész alatt, tehát végre megcsinálták azt a készítők, hogyha nem megy a motor, akkor logikusan gondolkozva a csiga, ami viszi fel a búzát ugye a kombányból, az nem tud forogni, mert a motor forgatja, szóval végre eljutottunk ide. Na de ez hol ér a legtöbbet? Itt van ez a tutos, ez itt búza, ami nekünk van. Ahol a legtöbbet ér, az tulajdonképpen gabonamalom. És a gabonamalom az hol a tökönbe van? Ez nem az. Mi? Gold Crest Valley? What? Ez mi a tököm? Ez kicsit sus. Ja tényleg, az nem lehet, hogy így... Tényleg, várj, erre mi? Eddig miért nem gondoltam, hogy... Ugye mivel itt van középen ez a nagy autópálya, ez már alapból az a Gold Crest Valley-re utal, hogy ugye Gold Crest Valley végén van egy alagút. És lehet, hogy ez ide jön át. Farming Simulator teóriák. Hát ilyen se volt még. Meg ugye ez is erre utal, ez a vonatos cucc. Na de engem nem az érdekel, jó, itt is egy ács. A tökönbe van már ez a rohadt gabonamalom. Na jó, tudjátok mit? Ez lesz. Megjelölöm a gabonamalmot. Ja igen, hely megjelölése. Hát az erre kell menni, azt már most látom. Egyébként itt van egy alagúta végén, majd mindjárt megnézzük. Most egyelőre. Az érdekel, hogy jól a tökönbe jelölte meg. Ott van! Azt a rohadt. Lesz egy kis idő, mire odaérek. De mindegy, autópályán vagyunk, úgyhogy engem nem zavar. Viszont azt már most észrevettem, hogy a pályának a mérete az sokkal nagyobb lesz, mint eddig volt. Aminek egyébként kifejezetten örülök. Szerintem az autópálya, ez rohadt jó. És ez arra... Ugye egy autópálya általában hosszú szokott lenni. Aha, itt is megy át ilyen autópálya-szerű dolog igazából. Nos, akkor arra lesz. Most egyébként direkt belső nézetből megyek. Feljebb nincsen más váltócsoport, jó van. Engem nem zavar. És akkor erre el kéne fordulni, ha minden igaz. Egy kis index. Jó. Nincsen elsőbbségadás kötelező tábla, úgyhogy igazából pont leszarom. Majd hogyha lesz, akkor majd be is tartom a szabályokat. Ja, de egyébként tök hangulatos a így belső nézetből csak így vezetgetni. Aha, egy kisebb híd. Elég érdekes rá egyébként még a vízhang, tehát hogy ez így kicsit még van mit rajta javítgatni. Meg közben elég sok bugot észrevettem már a játékba. Mégpedig az, hogy van olyan bug, hogy át tudsz menni az állatokon, ez minden állatra igaz. Először azt hittem, hogy csak az őzek vannak itt rányul megcsinálva. Az őzekről majd kicsit később, de hogy a... minden egyes állaton át tudsz menni, nincsen hitboxa az állatoknak. Szó szerint. És akkor ott vannak az őzek, amit előbb említettem. Az őszek... Jó, stop tábla. Tehát, hogy a... őzek, azok konkrétan átmennek a vízen. Tehát, hogy így a víz tetején így csak úgy átfutnak, mint hogyha nem is létezne a víz. Ez még egy eléggé nagy probléma, amit észrevettem a játékba. De hát igazából még csak alfa verzióban van, tehát ez még nagyon kezdeti. Igazából nem tudom, mit várok tőle, most így őszintén. De itt vagyunk akkor. És igen, ide kell. Ide kell felcsapatnunk. Az igen.
És akkor ide. Egyébként tetszik ez a kis futó... futószalag. Tehát, hogy tetszik ez a... pótkocsinkon, ahova le lehet rakni dolgokat. Még csak most kezdett el menni a búza. Jó van. Kicsit bugos még a játék, mondom. Érdekes. Oké. Ja, kettesből kéne indulni mondjuk. Vagy egyesből, az lenne a legjobb, ugye négy sebességes a traktor. De akkor most, hogy ezzel meg vagyunk, elmehetünk pályát nézegetni. Ez ugye erre a részre ennyi elég lesz, mert ugye itt alszok el. Jó, szóval arra lennék kíváncsi, most visszamenjünk az autópályára. Nyitom a térképet, hogy lássak valamit, hogy egyáltalán hol vagyok megtalálható. Az autókkal is egyébként vigyázni kell, mert azzal is fedeztem fel bagot, hogyha egyenesen mész át az autó előtt, itt amin kultivátorozó is szükség van rá, hogy kimenj az útra, vagy valami ilyesmi, akkor az van, hogy az autó szó szerint nem áll meg, hanem így beléd jön, majd utána egy helyben megáll. Ha meg elmész előle, akkor mész tovább. Engem már egyszer sikerült az egyiknek felborítania. Úgyhogy... nice. Tehát az autók harapnak. Ezt meg kell jegyezni, mert... 15-ös speed limit. Mindenki élet 15-ös speed limit. Én pont leszarom most jelenleg. Mindegy. A víznek a textúrája egyébként kicsit szebb lett, mármint hogy változott a dolog, ami nekem tetszik egyébként. Csak hogy nagyon sok változást nem mertem felfedezni a textúrákba, azon kívül, hogy most úristen az út az ilyen lett meg, stb. Mert egyébként... jaj, túlmentem. Tehát, hogy... vannak változások a textúrában, tehát például ez a talaj textúra, ami miatt régebben annyira nyavikoltam el, hogy néz ki, és akkor a modelleket összehasonlítva egy darab szar, az megváltozott, de a földnek a textúrája, ahogy talajlazítózod, felszántod, vagy akár learatod, az olyan ocsmány még mindig, hogy komolyan rossz ránézni. És egyébként rájöttem arra, hogy a vonatot azt ugye bérelni kell. Végül is. Agy menjen! Nem számít az. Mióta van nekem egyszeresen az idő? A tartalommentése, mentsed a tartalmat. Kár, hogy így nem látom a traktort, hogy merre megy. Egyébként az elég nagy szükség lenne rá. Akkor megnézzük, hogy van-e alagút a végén. És nyilván ilyen távolságból nem fog betölteni minden. Mindig laggolok azért, mert ugye most töltenek be a dolgok. Na viszont addig azt meg szeretném nézni, hogy... mit akartam én megnézni? Á, mindegy. Hagyjuk. Most majd később megnézem. Egyébként ugye van szőlő, mint lehetőség a játékban, hogy azzal foglalkozunk, van olivabogyó. Most ugye az új lehetőségeket sorolom fel, amik közül lehetne választani, hogy van ilyen, lehet ilyen gyárakat építeni saját területeidre, vagy éppenséggel megvenni az alapból elhelyezett gyárakat. Most én ebből az elsőt fogom választani, mert igazából ha megveszed a gyárakat, akkor egy adott terület is jár hozzá, és sokkal, de sokkal többe kerül, mint hogyha csak építenél egy gyárat, úgy random a izé, saját területeidre. Szóval én azt fogom választani, hogy ha egyáltalán gyárat fogok csinálni, hogy ahol nincsen itt a lagút. Na, hát megbukott itt a teóriánk, mert nincsen a lagút. És így... igen. És itt X van.
Ez eddig oké, hogy X van. Ah, de tényleg X van. Igen, nem lehet tovább menni. Hát jó. És az X-ek csak az egyik oldalról látszódnak. Nincsen alagút, nincsen alagút. Ja, ó, hogy azt a jó édes, bocsánat. Na de bárjál, akkor most én hogy fogok innen kijönni, hogyha az az autódát? Mert én meg a... Jó, megoldottam. Nem mondtam semmit. Jó, hát akkor megbukott a terója. Viszont még azt el tudom képzelni, hogy ugye egyenesen megy arra az út, és hogy ott valahol még arra fele van egy alagút, egy nagy hegy. Milyen jó lenne megtudni, hogy kettő pálya konkrétan egymásra épül. Rohadt jó lenne. Tehát sajnos nem ez van. Ez a traktor meg lohat... Nem tudom beszélni. Mindegy, erre a részre szerintem így ennyit terveztem, még azért annyit várjatok meg, hogy visszamenjek a farmra, ami egy év lesz. Mert ugye még szeretnék beszélni dolgokról, mint például ez a szőlőtermesztés. Na most azt lehet, hogy fogok csinálni, de így az elején még nem kezdek bele. Amit az elejére így tervezek a játéknak, hogy fogom csinálni, az a méhek. Tehát tehát konkrétan ugye a méhészkedés, ehhez tartozik a méz feldolgozó üzem is. Ezt azért számoljátok bele, hogy az is beleszámít a költségekbe, ugye, hogyha ebbe bele akarok kezdeni. Mert azért ehhez pénz kell. És akkor mindjárt meg is mutatom, hogy miről beszélek. Ezt itt leállítom, mert nem pazarolom az üzemanyagot. Na de, nekem a shop kéne. Na itt van építkezés. És akkor ugye ez az a menü, amiről szó volt, ez az építőmenü. És akkor itt vannak a termelésnél a gyárak. Itt van pékség, ács, stb. Tejtermék, gabonamalom, ilyesmi. Fonóüzem, szabó, minden itt van. És akkor itt van a műzdigyár, ahova lehet mézet vinni. Ez 110 ezerbe kerül, rohadt sok. Nagyon-nagyon sok a feldolgozás, ugye? A méznek a feldolgozása. Tehát azt nyilván később fogjuk a mézet feldolgozni. Viszont. Hol vannak az állatok? Itt vannak. A méhek. És akkor, mit tudom én, ez egy ilyen kis szar kaptár. 1100 euró. És azért most, hogy szereztünk 5000-et, 4 darabot tudunk venni. Szóval ez nekem nem probléma, és akkor itt van egy ilyen mézraklap helye. Ugye ilyet is majd kell raknunk. Ja, igazából ennyi, meg ugye vannak ilyen nagyobb mékasok is. Ilyeneket egyelőre nem rakunk, mert nincsen rá pénz. És most leraktam volna egyet, akkor nagyon mérges lettem volna. Na de hogy... Ez így... Ja. Mékos, hosszúkás. Jó, mindegy, tehát ilyeneket tudunk ide lerakosgatni, és akkor ebből lesz 4. És ugye alapból a mézet fogjuk eladni, amire most nem tudom, hogy mennyibe kerül, mindjárt megnézem. Hol volt a méz? Itt erre láttam, nem láttam a mézet. Itt a méz. Azt a rohadt! Várja. És ezért most... Tudom, hogyha többet viszek el, akkor csökken a kereslet, és le fog menni az ára, mint az állat. De, ez nekünk még előny is lesz, ugyanis a méznek a kitermelése az hosszú-hosszú folyamat. Tehát, az mondjuk tetszik, hogy így be lehet csukni. De, ezért ugye, hogyha eladtunk rohadt sok mézet, abból kapunk rohadt sok pénzt. Ezáltal tudjuk fejleszteni a mély állományot. Vagy állományt, bocsánat. És ugye még több mézt tudunk kitermelni. És ameddig kitermelődik az a méz, megint fel fog menni az ára, mert növekedik a kereslet, mert nem visz belőle senki. Ugye, hogy milyen logikám van? Ó, itt is le lehet menni. És természetesen ebbe is beleesek, mert miért ne? Azt lehet mozgatni.
Többit még nem lehet, nyilván jó. Itt mindent lehet. Nem már, még külön az ecset, ezt is lehet mozgatni. Jó, ez tetszik. Még ezt is. Na jó. Mindegy, ezt majd később kitapasztaljuk az ilyen cuccokat. Ezt is lehet, meg ezt nem lehet, csak ezt a virágot. Jó, mindegy. Jó, lehet felmosni. Jó, mindegy. Egyébként, amit még akarok mondani a játékról, ez pont ez, ide jöttem egy ablakhoz, hogy ugye készítők nem akarták kidolgozni, hogy legyen a háznak belseje. Nekem nincsen vele gondom. Ők tudják, hogy hogy akarják megcsinálni a játékot. És így ezt nézzétek. Tudom, a kép felbontása az olyan, mintha most hánytam volna oda a képernyőre, de hogy így oda illesztették az ablakhoz, és így be lehet látni, tehát konkrétan egy 2D-s kép, de mégis 3D. Ez rohadt jó. Tehát tessék, oda is benézel, nem tudod megmondani, hogy ez egy 2D-s kép, mert úgy látszik, mintha 3D-s lenne. Csak hogyha így ide mész, akkor így már kicsit látszik, hogy az... hogy az úgy egy 2D-s kép, mert hogy így kicsit így feléd néz, és akkor kicsit sus. De hogy értitek. Szóval mindegy. Erre a részre ennyit terveztem volna, most ennyi fért bele. Köszönöm szépen a figyelmet. Következő részben találkozunk. Sziasztok!